Az október 12-i helyhatósági választásokat követően 6 nappal összehívták az alakuló ülést Mogyoródon, melyet Paulovics Géza polgármester nyitott meg. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden jelenlévőt. Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a képviselőasszonyt és a képviselőurakat. Megnyitjuk a ünnepélyes képviselőtestület ülésünket. Bemutatom a választási bizottság elnökét, Miklóst, illetve a moldováni Tündét, a jegyzőasszonyunkat, és elkezdenénk az ülésünket, aminek a legfontosabb témája a választási eredmény kihirdetése. A választópolgárok 45%-a járult az urnákhoz. Polgármesternek Paulovics Géza független jelöltet választották meg, aki a voksok 40%-át kapta. A képviselőtestületből 4-en dr. Hézinger Lajos, Ribai Zoltán, dr. Szabó István és Tóthné Nagy Mária a Fidesz-KDNP jelöltjeként, további 4 fő, Hutter József, Kapitány Attila, Kurfis László és Varga Antal Tamás független képviselő jelöltként került be a testületbe. Az alakuló ülésen Morvai Miklós, a helyi választási bizottság elnöke megköszönte a választáson közreműködők munkáját, és a korábbi testület működését, majd a szavazás eredményéről tájékoztatta a jelenlévőket. Köszönetet kell mondanunk az indulóknak, azoknak is, akik nem jutottak be. Én azt gondolom, hogy annak révén, hogy indultak, ezt megfontolták, emberekkel beszélgettek, sokkal közelebb jutottak ahhoz, hogy a közösséget tegyenek életre, dolgozzanak, és sokkal inkább résztvevői lesznek, azt gondolom, a közösségi életnek és Magyarország jövőjének a fejlesztésében. 4 polgármester induló volt, 22 képviselőjelölt, ez viszonylag nagy szám. Az eredményt végül mindnyájan tudjuk, azt is tudjuk, hogy 2 csapat indult, illetve 2 csapat résztvevői vannak a testületben 50-50%-ban, és végezetül hagyj tolmásoljam Magyarország lakosságának a kívánságát, hogy a 2 csapat egy csapat legyen. Úgyhogy ezzel szeretném zárni, gratulálni a képviselőknek, illetve a polgármester úrnak, és eredményes munkát kívánok a következő 5 évben. Ezt követően az újonnan megválasztott képviselők eskütételére és a megbízó levelek átvételére került sor. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom, önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Magyarország fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Kézzük el, Hajós! Hutter József. Kapitány Attila. Kurfis László. Ribai Zoltán. Köszönöm szépen. Dr. Szabó István. Köszönöm. Tóthné Nagy Mária. Gratulálok. Dr. Varga Antal Tamás. Köszönöm. Tájékoztatásul annyit szeretnék elmondani, hogy a polgármester úrnak a már megalakult és itt ülő képviselőtestület előtt kellett tennie az eskütételt. Ezért került először sor a képviselők eskütételére. Az immár törvényesen is beiktatott képviselők eskütétele után Paulovics Géza tette le a polgármesteri esküt. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Polgármesteri tisztségemből eredendő feladataimat.
Magyarország fejlődésének előmozdítása érdekében, Magyarország fejlődésének előmozdításának érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Jó, és az eskü szövege utána megbízol el veled. Köszönöm sok. Szeretettel is gratulálom. Nagyon szépen köszönöm. A napi rendi pontok elfogadása után a képviselőtestület elfogadta az aktuális, új törvényi előírásoknak megfelelő szervezeti és működési szabályzatot. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatához annyit szeretnék hozzátenni, hogy az önkormányzati képviselők megválasztásának napján lépett hatályba az új önkormányzati törvény, amelynek megfelelően ugye az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatán is azokat a legfontosabb változásokat át kellett vezetni, amelyek ahhoz fontosak, hogy a jelenlegi képviselőtestület megfelelően és jogszerűen el tudja kezdeni a munkáját. Nyilván ezzel még lesznek igazítások a következőben, ezt beszéltük polgármester úrral, de most igazából, ami a személyi összetételre vonatkozik, vagy azokban a törvényi hivatkozásokban van, ami a jelenlegi törvényességhez szükséges, azokat vezettük át. Titkos szavazással választották meg a polgármester javaslata alapján Kapitány Attilát főállású alpolgármesternek, valamint döntöttek a bizottságok tagjairól is. A szavazóbizottság megállapította, hogy a képviselő 7-2 arányban megszavazták kapitányi alpolgármesternek. Ötödik ciklusomat kezdem, tulajdonképpen őszfejem koronájának tartom ezt, és meg fogom szolgálni a falunak, ígérem. Lelkiismeretesen fogok dolgozni. Köszönöm szépen! Magyarország nagyközség önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnökének dr. Szabó István, tagjainak dr. Varga Antal Tamást és Tótné Nagy Máriát, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének dr. Hézinger Lajost, tagjainak Kurfis Lászlót és Ribai Zoltánt, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökének Hutter Józsefet, tagjainak Tótné Nagy Máriát és Ribai Zoltánt választja meg. Határidő azonnal felelős polgármester. Úgyhogy erről kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy szavazzon. Felkérném akkor a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az készfeltartásra jelezze. Egyhangú 9 fős. Igen, elfogadtuk. A főállású alpolgármester tiszteletdíját 350 000 forintban egyhangulag megszavazta a képviselőtestület. Paulovics Géza polgármester bruttó 448 700 forint illetményét teljes mértékben a község civil szervezetei számára ajánlja fel. Tájékoztatásról közben mindenkivel, hogy amit vállaltam, az ugyanaz fog történni. Tehát a vállalásom úgy fog kinézni, hogy kénytelen vagyok felvenni a fizetésemet, és ezt minden egyes hónapban át fogjuk utalni egy civil szervezetnek, egy egyháznak, az óvodának, iskolának, polgárőrségnek. Tehát a vállalatok szerint a programom, hogy meg van hirdetve, az úgy fog történni, és ez minden átutalás követő hónapban az újság meg fog jelenni, hogy ki mit kapott és mennyit. A 8. napirendi pontban Babic László leköszönő polgármester juttatásáról és szabadság megváltásáról 8 igen és 1 tartózkodás mellett 3 havi illetményének megfelelő juttatást és 28 nap szabadság megváltást szavazott meg számára a testület. Minden képviselőt meg szeretnék kérni arra, hogy teljesen állna, teljes mellszélessége álljon ki az saját falujáért, és úgy gondolom, hogy egy egységet kéne kovácsolnunk, és én remélem ennek minden képviselő úr és hölgy partner lesz ebben. És még egyszer megköszönném magának a falu lakosságának, hogy a szavazatával és támogatásával biztosította a jelenlévő képviselők és személyem, mert abban, hogy egy új Magyarországot alakítsunk, építsünk. A magyaródi ünnepi alakuló ülés október 18-án fogadással ért véget. Thank you.